A segesdi fájdalmas szűz kápolna régóta híres búcsújáró hely. A kápolna a 18. században épült. A legenda szerint a falu szélén folyó patak közelében megjelent még a török idők előtt Szűz Mária, és egy pásztorfiút kigyógyított súlyos betegségéből. A Mária tisztelet kapcsán a kisboldogasszony ünnepén tartott búcsúra azóta is sokan elzarándokolnak egész Somogy megyéből. Az idei szentmisén Tomanek Péter atya, a kaposvári egyházmegye irodaigazgatója szentbeszédében a szűzanya szeretetét és az ő szerepét emelte ki. Az első Mária tisztelő a mindenható Isten, aki elküldi Gábor főangyalt, hogy kegyelemmel teljesnek és minden asszonynál áldottabbnak nevezze őt, és meghívja, hogy a megváltó édesanyja legyen. Hát a mindenható Istenhez társulunk, őt követjük, amikor tiszteljük a boldogságos Szűz Máriát, és ezt nekünk nagyon jó megtenni, vele együtt tisztelni megváltónknak az édesanyját. És Istennek öröktől fogva az volt a terve, hogy Máriát kiválassza. Szűz Mária engedelmesen, szó nélkül rendelte alá magát az isteni akaratnak, amellyel a mai kor emberének is példát mutat. Ez az alázat pedig a megváltásunk és az isteni szeretet felé vezető út. Tudom, hogy az Isten gyermeke vagyok, és Isten elvégzi mindazt, amire szükség van. Én azt tudom mondani, hogy íme az Úr szolgája, íme az Úr szolgáló leánya. Legyen nekem a te igéd szerint, és ti csak Isten országát keressétek, és minden más megadatik nektek. Nem kell mindig győznöm, nem kell, hogy mindig nekem legyen igazam, akár a munkahelyen, családban, barátok között, bármilyen közösségben. Nem kell nekem mindig győznöm, nem kell nekem mindig erősnek lennem. Hát nem is tudok. De annak a tudatában kell lennem, hogy Isten akaratát keresem. Az arándokok között olyan is volt, aki kisgyermekkora óta látogatja a segesdi búcsújáró helyet. Ma kicsi koromtól kezdve minden, ma a férjes asszony voltam, akkor is minden búcsúkor, ha csak valami nagyon súly, még a templom toronyba is voltam, még a többi zarándokokkal együtt, ilyen fiatalok voltunk még. Az idei búcsúra kétnapos, gyalogos zarándoklatot szervezett a kaposvári egyházmegye. Az ötlet a csíksomjói búcsúk tapasztalataiból származik. Az arándoklat mottójául pedig Jézus utolsó szavainak egyikét választották, azt, hogy szomjazom. A két nap alatt Kaposvárról indulva közel 50 fő tette meg a több mint 40 kilométeres gyalogutat. Mindenhol nagy szeretettel fogadtak minket, és volt idő gondolkodni az úton, volt idő beszélgetni az úton, az imádságok mellett természetesen, és nagyon-nagyon tartalmas és nagyon mély beszélgetések születtek. Nagyon jó volt látni azt, hogy a fiatal korosztálytól a 70-75 éves korosztályig mindenki jött, és mindenki legyalogolta azt a két napot. Amikor beszélgettem emberekkel, akkor kiderült, hogy nem csak a saját szándékaikra zarándokolnak, hanem bizony mindenki hozott valakit, vagy inkább valakiket. Az ünnepi szentmise után körmenet, majd az arándoktárgyak megáldása zárta az idei búcsút. Yeah.